Kolozsvárra látogatott ma a Táncos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter, ahol részt vett a Kolozsvár melletti ideiglenes hulladéklerakó korszerű lezárását célzó projekt elindításán. Továbbá partnerségi megállapodást írtak alá a Romszilva Állami Erdészet és a Bábesbolyai Tudományegyetem között a diákok szakmai gyakorlatára vonatkozó együttműködésről. A Környezetvédelmi Minisztérium támogatásával zárják be a Patarétí szeméttelepet Kolozsváron. A beruházás egy norvég alapból finanszírozott környezetvédelmi program keretében valósul meg 12,3 millió lei összegben. A kedden tartott sajtótájékoztatón Táncos Barna tárcavezető hangsúlyozta, a projekt nem csak a szemétlerakók közvetlen környezetében élő közösségnek lesz fontos, hanem egész Kolozsvárnak, és elsődleges célja, hogy csökkentsék a veszélyes anyagok környezetbe juttatását. 2024 áprilisáig kell a technikai megoldást véglegesíteni, attól a pillanattól kellene elkezdje gyakorlatban is ültetni az önkormányzat azt a megoldást, amelyet ezzel a finanszírozással kidolgoz, akkor kell tisztázni a csurgalék problémáját, az ott található káros anyagoknak a problémáját, és azt kell elérni vele, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön végleges lerakásra a jelenlegi engedélyezett lerakóban, és minél több hulladék kerüljön komposztálásra, újrahasznosításra, energetikai hasznosításra. A sajtótájékoztatón arról is szó esett, hogy az országos roncsautóprogram hagyományos és bővített kiadását is pénteken indítják. Április 21-től a helyi roncsprogram is indul, a városi költségvetésben 10 000 autó leselejtezésére van forrás. Az autóikat leadni kívánó kolozsváriak 3 000 lejt kapnak, ebből 600 lej a Városháza alapjából lesz finanszírozva, a többit a környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter biztosítja. Ezt követően a miniszter a Bábesbolyai Tudományegyetemen tett látogatást, ahol partnerségi szerződést írtak alá a Romszilva Állami Erdészet és az egyetem között a diákok szakmai gyakorlatára vonatkozó együttműködésről. Táncos Barna elmondta, meggyőződés, és hogy a biológusok, környezetvédők és erdészek közösen jobban tudnak vigyázni az erdőre, a megállapodás pedig arra ad lehetőséget, hogy a hallgatók megtanulhassák, mit jelent a fenntartható erdőgazdálkodás. Éppen ezért lehetőségük lesz a nemzeti parkokba ellátogatni, és együtt tudnak majd dolgozni az erdészeti hivatalokkal.